nézőit, ez az első adásunk, amelyet majd meg is tekinthetnek a honlapon, illetve a nyitó cikkben. Itt ül velem dr. Varga Tibor, a TV másik alapítója, illetve Jámbor Márk, és jó magam Turner Gábor. Hát elindultunk. Augusztus 20-a van, és fölvettük ezt a műsort, közzétettük. Most a tévéről kellene akkor pár szót váltanunk, hogy hogyan képzeltük el, miért csináljuk, milyen műsorokat fogunk majd közzétenni, mik a terveink ezzel. Hát ennek részemről és gondolom részéről is nagyon egyszerű oka van. Tudni, a mai napig nincsen nemzeti média, amire azt lehetne mondani, mondjuk a Szent Konrádion kívül, amelyik hát valóban nemzeti érzelmű kultúrát próbálna átadni, és tulajdonképpen valamilyen módon megpróbálna eligazítani ebbe a zavaros világba az ember számára egy eligazítási pontot nyújtani. És tulajdonképpen miatt érdemes volt felhozni, vagy létrehozni egyáltalán a Szent Kona TV-t, és úgyis egyébként inkább a digitalizációban az irányba megy, hogy televíziós, hát megnyugvánosan kell lennie egy nemzeti oldalra. És miután tényleg azt lehet elmondani, hogy nálunk még azok a médiák is, amelyek elvileg nemzetinek mondják magukat, azok valójában úgy egyszerűen fejezem ki magam, finánckézben vannak. És annyit kezdve a jelenlegi hatalmi rendszertől meghatározottak, és mi egy szabad sajtót szerettünk volna létrehozni, egy olyan sajtót, amiben nem föltétlen a szélsőség dominál, bár így is úgy is lefogják szélsőségesnek. Tehát ezt már megkaptuk ugye a rádiónál is. Tehát semmilyen, legalábbis a célunk az, hogy tényleg a normális magyar kárpát-medencei életmódot tudjuk felmutatni, és annak a kulturális eredményét tudjuk megmutatni. És ha már szó esett a Szent Konrádról, akkor azt ugye el kell mondani, hogy stratégiai partner lesz majd a tévének. Vagyis Gábor az... Ismert arc, mondjuk ismert arc lennék a rádióból. Ha látnák az arcokat, mert mivel nem látják. Ezért azért el kell mondani, hogy itt a alapító elnöke, és én személyen is ott tevékenykedik. Illetve, nem tudom, azt mondhatjuk, hogy párton kívüli sajtóorgánumokkal azért elég jó kapcsolatokat ápolunk a rádió részéről, és gondolom, hogy a tévén is ez jellemző lesz majd. A Kárpátia újságot azt ugye megemlíthetjük, mint igen, illetve még mi nyomtatott sajtónál egyébként a Magyar Él újságot, amelynek a sajtóklubi szintén, mint egy műsor keretében majd nálunk is látható lesz. Ugye a tévében már régebb óta hallható, de majd most közé tesszük videót. A rádióban. Igen, már keveredtem az idő a tévé, szerintem a szokás hatalma nézik el nekem a kedves nézőink, még hogy néha belebotlik az ember nyelve és rádiót mond. Ugye már 3 éve is mindig azt gondolom, hogy Szent Korona Rádió, Szent Korona Rádió. És miután a lehetőségeink korlátozottak, tehát ugye anyagilag egy televíziót elindítani, az mindenféleképpen elég nagy teher. Éppen ezért a nézőktől azt lehet kérnünk, hogy az esetleges vakikat és ilyen lassan fölépítését a televíziónak azt türelmesen várják végig. Mert hiszen ez kellnek anyagok, műsorok, amiknek a elkészítése is idő, és kell hozzá bizonyos mértékű anyagi támogatottság. Elbeszél, hogy itt a szakmai tudásról is, itt arra gondolok, hogy egy ilyen videót megvágni, például most itt az első saját műsorom Volokúvány, nem vágtam soha a videót, most így elkezdtem édesapámmal tanulni, és egy napban beletelt egy 10 perces anyag vágása. Azért meg soha nem csináltam, de nyilván, hogy aki ebben benne van, és már ez a szakmája, az annak egy 10 perces anyag összeállítása, mint egy óra. Igen. Éppen ezért hoztuk létre egyébként a Szent Konrád Szabad Egyetemen a média szakot, amelyik végül is ennek az alapját képezni. Ez egy pártalmos. A televízió működésének az egyik alapját képezni, mert ugye a gyakorlatot... És párhuzamosan futnak kettője. Persze, és a gyakorlat az a Szent Konrad TV-ben tudna megnyilvánulni. Tehát pontosan azért, mert nincsenek szakemberek sem, azért kellett elindítani ezt a képzést. Tehát a kettő együtt adta egymást, és mégis
Ennek ellenére, hogy ugye nincsenek meg az anyagi alapok, illetve a zárosok, az anyagi alapok, meg az ember alapok is, hiszen ugye szakemberek hiány is vagyunk, akkor is úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen elindítjuk ezt a kezdeményezést, mert valóban egy olyan vákum van, hogy egész egyszerűen a tiszta magyar gondolat az nem juthat el az emberekhez. Ilyen pótló kezdeményezés, ez mindenképpen. Éppen mondtam egyébként a Márknak, amikor először egy kamerával beszéltem, hogy úgy érzem magam, mint amikor a 3-4 évvel a Szárnyukodon a rádiót elindítottuk, akkor is olyan érzésem volt egy kicsit egy ilyen furcsa idegen közegből, hogy először belebeszélni a mikrofonba, és most is úgy egyébként azt érzem, hogy elindul a tévé, hogy ez teljesen új dolog, valamit elkezdünk, és szerintem lesz olyan sikeres, mint a rádió is, mert hogyha egyes hallgatóink, még amikor most így visszakérdezve, már megszokták azt mondani, hát igen, az első műsorot olyan iskola rádiós hangulat volt, nem volt olyan jó, technikailag se szólt. Ez is olyan lesz egy darabig. Szóval ez is olyan lesz egy darabig, úgyhogy türelmet kérünk mindenképpen a nézőinktől. Illetve mondjuk el azt, hogyha bárkinek kedve van tévézni, akkor segíteni nekünk. Itt a lehetőség várunk sorainkban. Esetleg mint operatőr, mint vágó, vagyis hogy ennek egy olyan műsor ötlete, amit már lett a szelénk, és azt mondja, hogy szeretné megvalósítani, futna ez itt ezen a felületen, akkor... Több 100 millió fontos állami támogatásokkal nem rendelkezünk, úgyhogy itt karriert senki nem fog építeni, azt garantálják. Tehát úgy kell jelentkezni. Egyébként nem biztos, hogy karriert nem fog senki is egyébként. Hát, olyan téren, hogy egyébként minden egyes ilyen média személyiség kisebb tévéből, kisebb rádióból indult el, de olyan karrierre valóban nincs lehetőség, amit te gondoltál. Hát igen, ezt a feliratot nyilván kirakhatnánk ide is, hogy ezt a televíziót sem a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Ez egy ilyen nyilván meg egyébként is lehet. Ez egy jelszóként is elmondható. Úgyhogy... Illetve a honlapban egyébként megtekinthető már elég sok menüpont, majdnem mindegyikben fel is lett tölt, és a támogatás menüpontban pedig leírtuk, hogy anyagilag hogyan lehet minket támogatni, vagy esetleg technikai felszerelés, hogyha bárki tud minket bármivel, egy kamerával, egy számítógéppel, egy állványjal, akkor azt is szívesen. Tehát mindent elfogadni. Csokit is akár. Csokit is, igen is. Mindent, ami kivéve a gonoszat. Ez volt akkor az első bejelentkezésünk, az első műsor, vagy van még valami, Tibor? Már... Ennyi. Nézzenek minket. Igen. Köszönjük a támogatást is.